Induljunk arra. Sziasztok! Péntek reggel van, 9:45, beadtam Noát a óvodába, vagy nyári táborba, és megyek a Mercadonába valami ennivalót venni, mára, meg jétrémet. És nagyon-nagyon meleg van, tiszta pára a levegő, nem tudom hány százalékos a páratartalom, legyező nélkül nem lehet kibírni, és amit kiteregettem este ruhákat, csúron víz minden most reggel, a törölközőm is, ugye este fröccem, kitettem, hát általában azért meg szok száradni. Na most szinte csöpögött belőle a nedvesség, nagyon nagy a páratartalom. Úgyhogy megyek haza, iszom egy kávét, és megyek le a partra, gyereknézőbe. Nem tudom, hogy kimennek-e ma. Egy kis epresztejet valaki, meg kellett állnom. Le kellett ülnem egy kicsit innom, mert hú, nagyon-nagyon meleg van, 28 fok van, és még csak 9:30 van, és nem tudom, hogy látnék, de komolyan, ezzel nem szoktak dicsekedni, de folyik az emberen a víz úgy, hogy itt a legyező. Ez komolyan, ez nem szép idő, szóval ez már ilyen kegyetlen. Na mindegy. Nem szoktam epresztejet inni, de semmi ilyesmit, mert azért van ezekbe cukor, de a vizemet otthon felejtettem. Hát mindegy, hazamegyek, iszok egy kávét, aztán megyek le a partra. Nem tudom, hogy leviszik-e a gyerekeket az óviból, a táborosok, mert szerdán sem mentek le, meg a múlt héten sem mentek le egyszer, mert hogy nagyon nagy a meleg. Úgyhogy, és az óvoda udvaron fürödtek tegnap is, tettek ki nekik medencét, meg van zuhany, meg ilyen, mi ez a kis lufi, tudjátok, ilyen vizes lufi, azzal dobáloztak, úgyhogy vizeznek ott is. Na mindegy, lemegyek, hát ha lemennek, azért láttam. Na ennyi, indulok haza, a játszóteret itt van mögöttem. Teljesen. Most már be se lehet menni, felbombázták, úgyhogy... Kíváncsi leszek, mikorra lesz kész. Gondolom majd... Nem tudom, szeptemberre. Értem a Mercadonából, és akkor ezeket vettem. Na, akkor először jöjjön a fagyasztott áru, hogy betehessem a mélyhűtőbe. Vettem egy ilyen 100%-os csirke mellett tartalmazó csirke mellett panírozottat. Ilyen kis pici falatkák, ezt a gyerek szereti. Ez 3,75 € volt. Igen. 50 dekás fél kilós, és ez bármibe ki lehet sütni. Én olaj nélkül a sütőbe sütöm sütőpapíron. Akkor vettem egy bébirépát, 1 euró 1 cent, 40 dekás fagyasztott. Akkor vettem a fagyasztott halacskát. Kereken 5 euró volt, 1 kilós. Holnap paprikás lisztbe lesz ez a kis hek. Legalábbis hekszerűség. De hek. Akkor
akkor vettem ezt a salátát, 1,91 € volt, jó nagy csomag, 40 deka, és akkor van benne saláta, olajbogyó, reszelt zsárgarépa, koktélparadicsom, és egy pár szem kukorica. Jó? És igen, 1,91 € volt, akkor vettem ezt a joghurtot, nagyon finomak ezek, 1,30 €, akkor vettem a gyereknek egy epres tejet, amiből egyet megittem útközben, amit mutattam, az epres tej, közben keresem, ha nem látok. Egy 1,50 € volt, akkor vettem ezt a gyereknek ezt a mini rakétás jégkrémet, ez a 3 csomagban egy dobozban, és mindegyikben van 4 vagy 5, azt hiszem 5 darab, és akkor ez a mini rakétás jégkrém volt 1,70 €. És akkor ilyen jegeset vettem most, epres, nem mangót. Az epres jégkrém pedig volt 2,20 €. Akkor vettem egy szotyolát, 1,50 € 2 darab zsemlét, darabja 30 cent, ilyen bécsi zsemle, és egy szelet zöldséges pizzát vettem a Vikinek, ő ezt nagyon szereti. 1,50 €. Úgyhogy ezeket vásároltam Mercadónában. Ez a reggelim, mielőtt lemegyek a partra, ez egy Isabel paradicsomos tonhal. Isteni finom, egy ilyen kis dobozos, tudjátok. És két szelet teljes kiörlésű kenyeret pirítottam meg hozzá, majd meglátjuk, hogy megeszem-e. Hú, nagyon párás a levegő. Kukacvirágom is szegény, össze van esve, meg hú, annyi vizet adtam nekik. Tiszta pára a levegő. De szépek, mennyi hajó. Vesztek el, de nem tudom mit látni, amit a köd lenne. Tiszta víz a levegő. A kis csipet csapat, csak lejöttek ma fürdeni. Vigyázz, ne, hogy kimenjél. Gyere ide.
eldugott helyek. Ne menj be, ruhaból! Te mit szeretnél ott? Kalamajor strand. De ez itt lehet, hogy... A klassz helyezés. Ugye kicsim? Na, majd egyszer hétköznap kibuszozunk, jó? Most nem, mert hétvégén nem jó, mert sokan vannak. Jövök. Várjál. Mit láttál? Nem tudom, milyen a víz, biztos jó, mint tegnap nálunk volt. Egy kis majorkin papucsos kulcstartó. Hogy felöltöztették, cuki! Labdát, és nézd meg, csak 1,99 €. Egy kis gyümölcs utánpótlás a Carrefourból. Hát a görög dinnye az jó drága most, 1,95 € kilója. Ez 3,80 € deka volt durván, tehát egy pici, és 7,38 €. A sárga dinnyéknek 1,60 € kilója, és ez a lénarancs 4 kilós, és a 4 kilós került 5 €-ba. Akciós.
Úgyhogy ebből lesz a jó kis narancslé. Remélem a dinnye finom ennyiért. 7,38 €. Sziasztok! Ma július 22-e van talán, de szombat az biztos. Jobban mondva szombat este van, most már 8:30. Lementünk hárman a lányommal szabadnapos, úgyhogy lementünk, sétáltunk egyet a parton, aztán busszal fölmentünk egy játszótérhez, ami aránylag közel van, és utána bementünk, illetve én bementem a Melkadónába, és vettünk egy pár dolgot, mutattam nektek. Blokk szerint próbálok menni, vettünk egy croissant 35 centért, egy vaníliás kosárkát 40 centért, egy zappelyhet, a zappelyhely 1 €, és ez 0,5 kilós, akkor 2 doboz jégkrémet, mind a 2 hozzáadott cukrot nem tartalmaz, az egyik ez a mini töltséres, ez 2,55 € volt, a másik meg a pálcikás, ebbe van mandulás, tejcsokis és keserű csokis bevonattal, 8 darab van benne, és ez 3,30 € volt, ezek ilyen minik, tudjátok. Akkor ezt a zöld, apró zöld paprikát vettem, ez ugye sütve nagyon finom, ez egy 25 dekás, és ez került 1,35 €-be. Akkor vettem ezt a sómentes szotyolát, ez 1,55 €, vettem a cikória kávémat 2,05 €, akkor Noának egy epresztejet, ebbe 6 volt, de egyet megevett útközben, illetve megivott útközben. Ennek az ára 1,65 € volt, akkor 2 paradicsom sűrítményt vettem, ez ilyen natur, 390 g-os, és a paradicsomnak darabja 85 cent. És akkor mi a szemetes zsákot, és ezt a kis üveges majonézt vettem. A majonéz az 225 ml-es, kereken 1 €, és szemetes zsák, 30 literes, 1,65 €, ilyen összekötős, és 30 darab van benne, 30 literes. Tehát, ahogy mondtam, 1 €, most már nem találom, de előbb mondtam, azt hiszem. Na mindegy, nem keresem még egyszer. Ja, itt van, 1,65 €. Na, úgyhogy ezeket vettük a Mercadónában. Ma vasárnap van, ebédre készítettem darált húsiból ezt a csepapcsicsát, ez egy 0,5 kiló húsiból van. Akkor sütöttem ki egy csomag mirelit sajtrudacskát. És most sül mirelit csibefalat és mirelit halrudacska. És akkor majd még fölvágom a görögdinnyét. Meg van a hűtőben sárga dinnye, és de szerintem majd csak uzsonnára. Nem sokára, hát egy-két óra múlva megyünk le a partra. Most egyébként 1 óra van. A fiatalság még alszik, mármint a lányom meg a vejem,
A gyerek bent van velem a nappaliba, és várunk egy kislányt, a Noa barátnőjét, anyukája hozza, itt is fog aludni, úgyhogy hárman megyünk a partra, és ezért ilyen gyors kajákat csináltam, még készítek egy salátát hozzá, és ennyi. Kiszabadultak a házi kedvencek. Hova, hova? Sziasztok! Ma július 24-e, hétfő este 8:30 van. Noával most jöttünk meg a Mercadonából. Kellett vennünk egy pár dolgot, mutatom is az árakat nektek. Vettem egy görög joghurtot, ugye ez 6 pohár, 1,45 €. Egy kilós brokkolit vettünk, fagyasztottat, 1,88 €. Egy kiló fagyasztott karfiolt, 1,88 €. Akkor ezt a tölcséres mini jégkrémet már megdizsmáltuk az utcán, ugye ebben 12 darab van, 1,85 €. Akkor 4 sajtos pizza. A 4 sajtos pizza volt 3 €. Pillanat. 3,50 €. Akkor piros paprika. 1,40 €. Ez 10 dekás, azt hiszem, pillanat, nézem, 75 grammos, 1,40 €, akkor egy ilyen mozzarellát vettem, ez talán 95 cent, akkor vettem ezt a nagyon-nagyon finom kekszet, már nem vettem, mióta kiutaztam ide március végén, azóta egyszer vettem, mert nem akarok ilyen sima lisztes dolgokat venni, mert ez finom lisztből készül, de nincs hozzáadott cukor benne, a legfinomabb keksz, ami itt van, nagyon-nagyon finom. Ez egy 20 dekás, és az ára régen 1,40 € volt, most nem tudom, nézem. Nem is találom. Pillanat, itt van. 1,30 €, lement 10 centtel az ára. Jó, akkor vettem egy körömlak lemosót. Ez 200 ml-es. Na, ezt találjam meg a blokkon. Acetina, vagy mi a neve?
1 euró valamennyi, de nem találom. Ja, itt van, 1 euró 15 cent. Ezt tudjátok, ilyen nyomós. És akkor, ja, a kakaóját vettem a Noának. Egy ilyen hatosat, ez 1 euró 85 cent volt. Akkor vettünk egy kígyóborkát, 76 cent. Egyébként kilója 2 euró 20 cent a kígyóborkának, ha valakit érdekel. Kilója 2 euró 20 cent. És amit még vettünk, az egy csomag szotyola nekem, egy 20 dekás szotyola, sómentes, 1 euró 50, azt hiszem, de nézem, igen, 1 euró 50 cent. Úgyhogy ezeket vettük a Mercadónába ma hétfőn.